jelentés sajtótájékoztatója, után beszélünk Vágó Gáborral. Az lenne az első kérdésem, hogy mit szól ahhoz, hogy most ugye az Európai Unióban nagyon felfogóban vannak a zöld pártok, és ugye ez így úgy alakult, hogy mi nem tudunk zöld pártot küldeni, hogy ezt hogyan tudnál kommentálni. Az ökopolitikának és a rendszerkritikának van csak lehetősége arra, hogy szembeszálljon a populizmussal, hogyha visszatérünk a 90-es évek neoliberális gondolatvilágához, hogy az az egyetlen alternatíva, akkor a NERV betanultuk rá. Én azt gondolom, hogy a szavatossága az ökopolitikának megvan, azt látjuk egész Európában törnek elő a zöld pártok, az LMP-t, az MSZP-t és a Jobbikot most a 2018-as fiaskó miatt büntették, volt attól az LMP igyekezőbb alá is került. És mit gondol a ma esti eredményről, azok miért alakultak ki? Említettem, 2018-ban nem sikerült leváltani a NERV, pedig mindenki azt ígérte, mindenki miniszterelnök jelöltet állított, és valójában csak egymással foglalkoztak az ellenzéki pártok, és nem azzal, hogy érdemi alternatívák nincsenek. Most a választók új pártoknak adtak lehetőséget, akikkel nekem sok vitám van tartalmilag, mert ők nem a rendszerkritika talaján állnak, hanem továbbra is a nagyvállalatok által dominált gazdasági rendszert szeretnék erősíteni, ami fölfalja a földbolygó erőforrásait és egy ökológiai kríziset a klímaváltozáshoz vezet. Egy dolog sikeres volt az LMP kampányában, hogy tematizáltuk a klímaváltozás kérdését, minden másik párt átvette ezt a kérdéskört, olyanok is, akiknek egyébként nem szerepelt a programjában, nekünk most az a feladatunk, hogy számon kérjük őket, hogy a szlogenszerű ígéreteiket hogyan hagyják meg végre az Európai Parlament. És hogyan látja a jövőt? Tehát, hogy tervez még politizálni, tervez még folytatni a tevékenységét? Én 21 éves korom óta, amikor a tengőre tervezett okától építést megakadályoztuk, azóta azért küzdök, hogy hogyan lesz képes Magyarországon egy közösség létrejönni, amely meg tudja védeni a természeti értékeket, és szembe tud szállni zsákmányoló neoliberális világrenddel, és hogy mi a legmegfelelőbb eszköz. Én magam is ezt kerestem, voltam civil országgyűlési képviselő, tényfeltáró újságíró, meg kell találni a legmegfelelőbb eszköz, hogy ezeket a célokat, társadalmi célokat el tudjam érni. Szeretném még valamit hozzáfűzni, esetleg, hogy most hogyan érzi magát, vagy ugye a kampány hajrá miatt napokon de meditatív állapotban vagyok, most szeretnék egy kicsit sétálni és átgondolni, amit nem tudok kérdését. Hát legyen így, köszönöm szépen.